Utolsó három zongora szonátát Beethoven a 32 darab közül 1820 és 22 között írta, szinte egy végtében letette papírra ezt a három művet, mint egy trilógiát, mint egy testamentumot. Ezek után már nem írt szonátát, csak kisebb zongoradarabokat a hangszínre. Nehéz turista térképet felrajzolni ezekhez a késői művekhez, mert szinte semmiben nem követik azt a hagyományt, amit a szonáta műfajánál megszokhattunk. Vannak homályos képek arról, hogy tételekből állnak ezek a művek, vannak homályos formarészek, amik arra emlékeztetnek, amikor még valaha ez egy kétrészes nagy forma volt, aztán ez később megduzzadt három tételességre, úgyhogy középen egy lassú tétel volt a szonátában. Ezek a művek annyira feszegetik a műfajnak a határait, hogy Beethoven szonátái után Schubertet kivéve a zeneszerzők teljesen új útra indultak. Azt is mondhatnám, hogy Beethoven így kizökkentette az addigi sínből a szonáta műfaját. Ez is három tételből áll, ez a szonáta, egy lírai első tételből, amely nem nélkülözi az emocionális töltetet és azt a túlvezérelt kifejezésmódot, ami Beethoven késői darabjaira annyira jellemző. Mi is történik? Egy diszharmóniában élő ember, aki már több mint 10 éves süket, próbál kiutat találni valahogy a saját nyomorából, és műveket alnát. És ezen még 250 év után itt élvezkedünk, hallgatjuk, mint gyönyörűségeket, miközben ezek alapvetően szorongásból, szenvedésből létrejött művek, mint ahogy a legnagyobb művek általában. Az alkotás valahogy mindig onnan indul, hogy valami belső rendet akar az alkotó a saját maga lelkéből közvetíteni, ami belül nincs meg, és a művön keresztül akarja ezt a rendet létrehozni. Ezt hallottuk az első tételnek a kicsapongó értelmi hőfokaival. Aztán jön középen egy szinte ilyen paraszttánc-szerű hatalmas váltás, dobbantásokkal, mindenféle éles hangsúlyokkal. Azt is mondhatnám, hogy szinte jazzes elemek is találhatók benne. Miután ez is véget ért, következik a legleginhatatlanabb formarész a darabban, hiszen következik egy recitatív, egy énekbeszéd a zongorán, majd utána egy ária, egy ilyen panasztal, amit úgy így is nevez Beethoven a kottában, a Klangen der Gesang panasztal. És ahogy ez véget ér, egyszer csak a semmiből elkezdődik egy fuga, ami a zene irodalomnak talán a legszigorúbb műfaja, mint hogyha kontrasztot akarna állítani a lírikusság és a rend és a szabályozottság közé a zeneszerző. Ezután újra vissza fog térni ez az ária, majd újra a fúgának a tükörfordítása, ami aztán egy hatalmas apoteózisba torkolik, és valahova oda a 9. szimfónia örömódája mellé sorolható egy hatalmas vízió, béke emberek testvérré válása, és mindaz, amit egy ilyen hatalmas alkotó a szobája mélyén elképzel egy jobb és szebb.